világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportjához összesen 10 márka tartozik. A névadó Volkswagen mellett például az Audi és a Skoda is. A tulajdonosok az országban számos helyen szerveznek találkozót, 13 éve Makón is. Ez egy családi eseményén nőtte ki magát, hiszen most már úgy mondhatjuk, hogy hiába a főnap a szombat, de azért van, aki már pénteken megérkezik, és akkor itten letáboroznak, megnézik a marost, fürdenek egyet, beszélgetnek, sütögetnek, élményt cserélnek. A találkozó legtöbb autója kisebb-nagyobb átalakításon esett át a tulajdonosok keze alatt. A makói Prágai Krisztián is rengeteg munkaórát fektetett abba, hogy egyedi külsejű jármű tulajdonosa legyen. Ez egy Volkswagen Bogárból átalakított hot rod, aminek a saját neve is van, úgy hívják, hogy Fox Road. Brazíliában őshonos ez az állat, ott rengeteg van belőle. Európában kevesebb, Magyarországon meg tudomásom szerint így megépítve csak ez az egy. Azért is, gondolom azért is van ebből ilyen kevés, mert nem lehet forgalomba helyezni, hanem ugye ezt csak találkozókra, kiállításokra lehet vinni. Az idei rendezvényen is sok több tízéves autó bukkant fel. Ezt a mindenhol feltűnést keltő Trabantot például János Halmáról hozta el a gazdája. Nagyon szeretem az autót, eddig még nem hagyott cserbe sose, 24 éve van már nálam. Nagyon jó, megbízható autó. Hát egy darabig gyári volt, és utána úgy döntöttem, hogy inkább egy egyedit csinálok, mert gyáriból nagyon sok van, egyediből meg csak egy. A 13. Marosmenti Volkswagen koncertpartinak idén is a zöld ház adott otthont a Marosparton. A résztvevők napközben versenyeken mérhették össze az autók teljesítményét és hangerejét, díjazták a legszebb járműveket, és felvonulást is tartottak a városban.